Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az e-cigi tesztek. A mai videóban egy érdekes kis kazánnal fogunk megismerkedni. Azt érdemes róla tudni, hogy három tekerést lehet benne elhelyezni, de nem a már megszokott módon, tehát nem úgy, hogy három negatív pontunk van és egy pozitív, hanem minden egyes tekeréshez jut egy dedikált pozitív és negatív pont. Ez a kazán a Science Star lenne, amit a V42 webáruházból tudtok megvenni. Nézzük meg közelebbről, hogy néz ki ez a kazán, hogy lehet beüzemelni, és utána nézzük meg, hogy milyen gőzöket tudunk beleeregetni. Itt van tehát előttünk akkor még dobozában, ahogy megérkezik hozzánk a Science Star nevezetű kis drip kazán. Nézzük meg, hogy mi van a dobozban. Van egy darab kazán, mindjárt megnézzük közelebbről, és egy kis készlet, ógyűrűk, tekerések, csavarhúzó. Erre nem lesz szükségünk, mert renegátok vagyunk. Nézzük meg kívülről, mit látunk ezen a készüléken. Fölülről, ha haladunk, akkor egy méretes és elég tömzsi drip tippet, egy felső záróelemet, aminek viszonylag kicsi a válla, viszont elég könnyen belekap a menetbe és szépen jár. Egy levegőállító gyűrűt, egy 2-3 darab levegőállítójukkal, magát a készüléket. Én egy pici kis szerelő konzolra rátekerem, mert nehéz lenne másképp lehúzni róla. Na, hála Isten, a technika ördöge közbe szólt, úgyhogy ezt a részét itthon veszem föl és mutatom meg nektek, akkor tehát folytatjuk ott, ahonnan abba hagytam az előző szakadásnál. Tehát itt belül látszik a három darab tekerés, mindegyik tekerés külön-külön pozitív és negatív ponttal. Én ezeket a tekeréseket nem fogom kivenni, mert teljesen jól szuperáltak egyébként, ezek 0-20-as kantál húzalból lettek megtekerve. Annyit fogok tenni, hogy mind a háromba belehúzok egy-egy cellukottont, illetve csak az elsőbe húzom bele, a többit azt annak mintájára meg lehet tenni. Szépen megkeressük az egyik luxit, és nem akarja az igazat? Meg lesz. Picit leteszem. Úgyni. Szépen behúzzuk a cellukottont, nem ijedünk meg, ha egy picit a tekerés elmozdul. Ezt utána meg tudjuk igazítani, akár mondjuk egy ollóhegyével is. És majd, hogyha benne lesz mind a három, akkor eligazgatjuk. Tehát így néz ki. Egy darab szál, ezt megcsináljuk háromszor, és akkor jövünk vissza. Kész is van a három tekerésbe, szépen belefűztem a cellukottanokat, ezeket pedig most akkor elrendezgetjük. Én úgy csináltam, hogy az egyiket azt mindig bevezettem alá, hogyha középen drippelek, akkor oda csöpögjön, a másikat pedig
itt oldalra. Ezt követjük a másiknál is. Ezt szépen oldalra. Úgyhogy a kamera is lássa. A másikat pedig be alá. Ezt megint oldalra. És a harmadikat ismét be alá. Úgyne. Ha ezzel megvagyunk, eligazgatjuk, hogy ne gyűrődjön be a szál az oldalához, és fogjuk a gyűrűt, és úgy, hogy a levegő lyuk ránézzen, ezt egy picit magam felé fordítom, így ráhúzzuk. Miután ezzel megvagyunk, még itt belülről eligazgatjuk, hogy ne legyen a levegőcső előtt vatta. És ha készen vagyunk, akkor megcsöpögtetjük. Szépen issza. Még egy picit adunk neki. Csak hogy érezze a törődést. Úgy. Megnézzük, hogy milyen működés közben. Működik. Levegőállító gyűrű. A helyére felső záróelem, a helyére belőjük a levegőjukat, hogy jó legyen, és kész is van a kazánkánk. Beüzemeltük, a gőzére panasz nem lehet. Megnézzük akkor most távolról. A kazánt rátekertem egy Typhoon Eye-ra, és megnézem, hogy igen, ennek 1 ohm az eredője a készülék szerint. Én ezt most a változatosság kedvéért kopra kinyitva, mind a 3 levegő lyuk nyitva van, és 3 levegő lyukkal 22 watton fogom megsederni. Megnézzük, hogy így mit produkál. Érdekes, hogy azt várna az ember, hogy nagyon forró lesz a gőze is, és kell a hosszú drip, de ezzel a gyári dripjével tökéletes szerintem, nagyon jól el van, nem forró, nem éget,
22 wattról beszélünk, és három tekerésről, de itt is nagyon jó ízeket produkál égetés nélkül, és bármennyire fura, most egy picit rácsöpögtetek azért, de ezt a kazánt, ezt már használtam én, ha nem is hosszú ideje, de játszottam már vele, és minap átjött Gergő, és ebben drippelgettünk egy kis szerinte körtét, szerintem szappanos körte volt. Azt az ízt hiába tekertem most újra, hiába lett kimosva, még mindig egy picit érzem a kazánon. Úgyhogy ha valaki Oszitól vesz egy kazánt, amit mosás után egy picit körte ízű, akkor az ez a kazán volt, mondom is a sorszámát, 0956. Na nézzük. Ez is a lakásból kitiltottak kategória lesz, szerintem. Bárkinél, nem csak nálam. A tekerések még vattával is teljesen jól működnek, nem kell hozzá az új cellukotton, és elég rendesen termelik a gőz utánpótlást. És amit az előbb említettem, tehát fura módon nem bántóan forró a gőze, szerintem jól el lett találva, még így is sajnos, és mindjárt sorolni fogom, hogy mi az, ami nekem problémás ezzel a készülékkel kapcsolatban, de előtte még egy kis szívás. Jelentem, ha láttok, akkor sincs semmi probléma. Nem azért láttok, mert kevés volt a gőze, hanem mert szépen eloszlott. Na, a meglátásom a kazánnal kapcsolatban az, hogy végre egy olyan kazán, amiben nem kell annyit mókolni, ennyi dróttal sem, mint amennyit azt az ember gondolná, hiszen nagyon jól egy ember is be tudja konfigolni, szépen pozitív, negatív, megvan, megyek tovább, fordítok egyet, megint két láb, fordítok, megint két láb, be van állítva. Hát azért, aki tekert már három vagy négy tekerést egy kazánba, mondjuk két bekötési ponthoz, az tudja, vagy csak tekerjen, mondjuk egy három bekötési pontos duálban, úgy, hogy a pozitív az közös láb. Azt tudja, hogy azért ott van szenvedés, hogy a negatív lábat beigazítom, beállítom, meghúzom, a másiknak is meghúzom, jön a közös láb, rátekerem, ott már két tekerést kéne tartani, a kettőt két kézzel tartjuk, közben szólunk valakinek, ha esetleg szerencsé van az embernek, hogy jöjjön a felesége, húzza meg a csavart, vagy két kézzel ő fogja, én húzom a csavart, ne feszüljön, jól álljon, megfelelő hosszúságúak legyenek a lábak. Hát ezzel ki lehet ezt küszöbölni, és nagyon egyszerű a megtekerése. Kicsit ugye több idő, mint egy single coil-t belerakni, de hát persze egy több idő, hát hármat tekerünk bele, és annak jó kell működnie. Viszont sajnos elértünk a kazán ezeknek a méretű, tehát a 22 mm méretű kazánoknak a határaihoz, mert ezeket a tekeréseket értelmesen nem lehet már belerakni. Értem ez alatt azt, hogy igazából úgy lenne jó ez a konfig, hogyha nem a csavarok belső részénél lenne a tekerés, illetve jó így is, de az igazán jó gőzöket szerintem vagy úgy lehetne, hogy a két bekötési pont között, vagy közvetlen a levegő nyílás előtt van a tekerés. Itt azért van egy jó 6-7 mm, hát inkább 5-6 mm a tekerés és a levegőcső között, mert ugye csak úgy fér el ez a icurka-picurka tekerés is, hogyha ezt a csavarok belső oldalaihoz rakjuk, ahogy mutattam közelről is, és
És hát ez sajnos meg is érezzük, mert szerintem nagyobb lenne a gőze, hogyha egy picit kijebb lenne, kevesebb lenne a TH-ja, úgyhogy én már várom azt a 28-30 millis kazánt, ami ugyanilyen elrendezésben tudja ezt a setupot nyújtani. Egyébként a levegő állítása az tök jó, és akkor térjünk át a pozitív-negatívra. És ez volt a negatív, ugye ez a bekötési pont, de hát ezt a méretek adják. Viszont pozitív nagyon, amit mondtam, hogy 6, azaz 6 bekötési pontunk van. Nem könnyezik, olyan pici a kazántér, hogy nekem nagyon jól dobta az ízeket a számba, és attól függetlenül, hogy ilyen pici a dripje, nem volt forró, nem égetett 22 watt. 20-22 watt környékén használtam ezt a kazánt ezzel a beállítással, és amit mondtam az összeszerelésnél is, hogy olyan jól sikerült az a tekerés, amit beleraktam, hogy azt sajnálnám is kivenni, tehát ez most már így marad, amíg vissza nem szolgáltatom a jogos tulajdonosának. Azzal nem szórakoztam, hogy állítgassam a levegőnyílásokat, tehát hogy most szűkebbre állítom, vagy sem. Ezzel a hárommal így pont tökéletes volt. A gőze az még mindig botrányosan jó. Akit zavar, mert ilyen is volt a Facebookon, mikor kitettem a képét, akkor valaki mondta, hogy már pedig ő azért nem vesz ilyet, mert rajta van a Dávid csillag. Beszéltem erről is az Oszival. Ő pedig azt mondta, hogy hát ezt így is föl lehet fogni, Dávid csillag, szerintem meg ez a 6 bekötési pontot jelképezi. Maradjunk ennyiben, ha valakit ez nagyon zavar, akkor szerintem írja megjegyzésbe, hogy őt ez zavarja, aztán majd Oszi küld neki még ezres csiszoló papírt, aztán ledörgöli róla. Nekem semmi gondom nem volt ezzel, hogy ez rajta volt. Szerintem nagyon jól használható, egyszerűen használható kazán, könnyezésnek nyoma nem volt sem a levegőjuknál, sem máshol. A likvid nem jött föl az ember szájába, és megfelelően nagy maga a dripje is, hogy akár azon keresztül tudjunk után tölteni a készülékbe, tehát hogy ne kelljen levenni a felső palástot. Mindent egybevetve nekem ez a dripkazán a tetszett kategória, és csak azért, mert nem nagyobb, és nem a külső oldalon vannak a tekerések, mert nem férnek el, de mindettől függetlenül szerintem egy nagyon egyszerűen beüzemelhető és jól használható kis dripkazánról beszélünk, ami jelen esetben a teszt alanya volt, úgyhogy bátran merem mindenkinek ajánlani. Remélem tudtam a videóval segíteni. Sziasztok!